Jót teszünk-e vele, ha engedünk a gyermeki vágyaknak? Vagy azt gondoljuk, egyedül élő idős rokonunkat egy társal lepjük meg karácsonyra, miközben nem mérjük fel annak a súlyát, mit is vállalunk azzal, ha egy kis állat tartásának gondját vállaljuk, vagy ne adj Isten, tesszük puszta jó szándékból valaki vállára. Van, aki nagyon precízen, körültekintően utána néz a tartási igényeknek, a feltételeknek, nagyon alaposan megfontolja, hogy honnan vásárol kis kedvencet. Sajnos vannak, akik kevésbé körültekintőek, de mindenképpen azt javaslom, hogy aki ilyen vállal, hogy kis kedvencet fog tartani, akkor előtte vagy az állatorvosánál érdeklődjön, vagy tájékozódjon tartóknál, tenyésztőknél. Vannak elenyésző számban meggondolatlan szülők, de hál' Istennek ez nagyon ritkán fordul elő. Mielőtt végleges elhatározásra jutunk, több kérdést végig kell gondolni, mondja Borús István. A legfontosabb, hogy milyen állatot választunk, és ezen belül is milyen fajtát. Mindenképpen meg kell fontolni, hogy mekkora a tartási hely, hogyha lakásban tartják a kutyát, macskát, akkor kutyák közül a kisebb testűeket tudjuk javasolni. Nagy testű kutyáknál 10-12 négyzetméteres kennel az, ami előírás, úgyhogy ekkora helyet kell nekik biztosítani. Nagyon sokat fejlődött az utóbbi években az állattartók felelősségérzete. Egyre többen ivartalanítják a kutyákat. A védőoltásoknál nem csak a sima veszettség elleni védőoltást kérik, hanem a kombinált oltást, ami az egyéb vírusos betegségek ellen is véd, illetve nagyon sok szívférgesség elleni tesztet végzünk. Azt tudom mondani, hogy sokat fejlődött a felelősségérzet. Egyre több kutyát ivartalanítunk, nem csak Szekszárdon, hanem a környező falvakból is jelentkeznek állattartók, hogy a nem kívánt szaporulat megelőzésére szeretnék ivartalanítatni a kutyáikat. Minden szabályozás annyit ér, amennyit foganatosítani tudnak belőle, tehát igazából ennek a visszatartó erejét nem látjuk. Meg kell nézni a szekszárdi menhelyet, teljesen tele vannak, nagyon sok a beszállított kutya, nagyon igyekeznek az örökbeadással csökkenteni a létszámot, de folyamatosan telt ház van a menhelyen. Egy kutya fenntartása nem olcsó mulatság, a megfelelő táplálás, a rendszeres kötelező oltások, az esetleges betegség kezelési költségekkel jár. Ezt is figyelembe kell venni, ami nagyon komoly tényező lehet adott esetben. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a leendő gazda milyen habitusú, milyen életkörülmények között él, mert ez alapvetően meghatározza a lehetőségeit. Teljesen mások a lehetőségek egy lakásban, egy kis telek méretű kertes családi házban, vagy esetleg kint egy tanyán, ahol akár több ezer négyzetméter is a kutya rendelkezésére áll, hogy mozoghasson. A kutya méretétől függően számolni kell a tartási költségekkel is. Természetesen egy 50-60 kilós nagy testű kutya etetése jóval jelentősebb költség havonta, mint egy kis testű kutyájé. Érdemes lenne végig gondolni mindenkinek, hogy milyen fajtát választ, és fontos lenne tájékozódni, hogy az ő habitusához, a állattartói tapasztalatához mérten milyen fajtát szabad. Ez elmondható bármelyik nagy testű fajtára szinte, hogy ugye akárhogy is nézzük, ők farkasok, a falka szellemet kell tartani, kell egy falkavezér, aki tud parancsolni a kutyának, és nem engedi, hogy a falka irányítását a kutya átvegye. Olyankor van a probléma, amikor nagy testű kutyát választanak abból a szempontból, hogy megvédje az idős gazdát vagy a családot, és amíg etetik, simogatják, addig nincsen semmi probléma. Abban a pillanatban, hogyha korlátozni kell a mozgását akár egy védőoltáshoz, akár egy kezeléshez, abban a pillanatban a kutya kitör, és akár a saját gazdájára is rátámad. Ha mégis a kutyavásárlás mellett döntünk, számos lehetőség van arra, hogy felkészüljünk a tartásra, mondja Borús doktor.
Nézzünk utána annak, hogyan kell bánni az adott jövevénnyel, annak érdekében, hogy ez ne kínlódás legyen se a gazdának, se az állatnak, mert a karácsonyi ajándék rövid időn belül csak felesleges teherré válik, ami nem jó senkinek. Így kerülhetnek a kutyák rövid időn belül a menhelyre, vagy rosszabb esetben az utak mellé, ami ugye ma már törvény által büntetendő cselekménynek számít.